Egy operatőr ugye sokkal nagyobb részt vállal egy filmben, mint egyszerűen csak szűk értelembe véve, hogy lefényképezze azt, ami a történik a kamera előtt, bevilágítsa, megcsinálja a fényeit, a kompozíciókat, és gyakorlatilag itt véget ér a feladata, mert nagyon sok országban ez az operatőrök dolga. És itt Magyarországon hagyományosan ennél sokkal nagyobb szerepe van az operatőrnek. Ez az, amit úgy nevezünk, hogy Magyar Operatőri Iskola, ez tulajdonképpen erről szól, amit az Illés Gyuri bácsi hát nevéhez fűződik, mert ő kezdte a tanítványait ebben a szellemben nevelni, és az egész magyar operatőri generáció, aki ma él és dolgozik és tanít is már, az ugyanezt a hagyományt próbálja továbbvinni. És ez arról szól, hogy egyrészt egy teljes értékű partner kell, hogy legyen az operatőr a rendező mellett. Ezért tanítunk az operatőröknek ugyanúgy rendezést is, és minden olyan tantárgyat, ami dramaturgiai ismereteket, forgatókönyvírást is, vágást is, az utómunkával kapcsolatban nagyon sok minden, és hogy hogy úgy legyen teljes értékű partnere a rendezőnek, hogy tulajdonképpen majdnem, hogy úgy működik, mint egy olyan ember, aki a vizualitás, a vizuális megközelítés a szakterülete, és hogy próbáljuk egy picikét segíteni, lefordítani a vizualitás nyelvére azt, amit a rendező tartalmilag szeretne. Azt szeretem ebben a szakmában, hogy az a ritkaság benne, kevés ilyen szakmát ismerek, ahol egyrészt egy ilyen nagyfokú érzékenység és emocionális érzékenység és szenzitivitás kell a tehát ilyen nagyon erős receptoroknak kell az emberben lenni a külvilággal, a színészekkel, a forgatókönyvvel, a történetekkel kapcsolatban. És az egész dolog, amit csinálunk, az nagyon sok olyan ilyen érzelmi dologból tevődik össze, amit nem lehet igazán racionálisan megmagyarázni, mert valahol ösztönösen jön, ösztönből jön, és egy érzetekről, tehát majdnem azt mondhatnám, hogy egy kicsit olyan, mint a zene, ahol nem lehet mindent racionálisan megindokolni, hogy ez most miért így van, miért az szól, miért az a hangszer szólaltat meg egy zenei motivumot, miért nem egy másik. Meg lehet magyarázni persze, de amikor az ember kitalálja, akkor az nem a magyarázatból szüli, hanem belülről jön valahogy, megszületik. És hogy ez az egyik láb, ami nálunk, és a másik pedig az viszont hihetetlen, mint a fizikusok lennénk, tehát hogy egy hihetetlen exakt ismeretekkel kell rendelkezni, érteni kell a számítástechnikához, mert az utómunkának a folyamatai, a digitális technika az nagyon precíz ismereteket igényel. Tehát az, hogy tudjunk mozgatni egy egész világosító csapatot, hogy lámpákat tudjunk kezelni, kamera mozgató eszközöket tudjunk megszervezni. Szóval ez egy szervezői munka és egy ilyen nagyon racionális munka is egyúttal. És hogy ez egy munkakörön belül ez az érzelmi és ez a racionális dolog így egyesüljön és a kettő egymásra épüljön, hát ilyet nem nagyon tudok mást, és ez a gyönyörű benne. Az operatőri munka az annál bonyolultabb dolog, mint hogy egyszerűen magában véve szép és értékes képeket hozzon létre valaki, mert az lehet önmagában értékelhető, mondjuk ha egy kiállításon föltenném a falra, és az csak egy önálló mű lenne, akkor lehet, hogy az egy nagyon klassz dolog lenne, de hogyha az nem segíti, nem szolgálja azt a tartalmat, ami a cél lenne abban az adott filmben, akkor önmagában hiába jó, akkor nem funkcionális. Tehát itt az a legfontosabb dolog, hogy én nem úgy mondanám, hogy egy filmet szépen kell lefényképezni, hanem egy filmet úgy kell lefényképezni, hogy annak a filmnek a kifejezését segítse, és az lehet, hogy éppen, hogy abban a pillanatban lehet, hogy egy csúnya képet igényel a film, és akkor meg kell találni azt, hogy lehet azt a
furcsaságot, csúnyaságot, idegenséget, vagy valami rossz érzést tartalmazó dolgot, hogy hogyan lehet azt kommunikálni, hogy lehet azt megfogalmazni úgy, hogy az hogy amögött legyen valami gondolata, tehát érezzem az operatőr szándékát, aki megcsinálta azt a képet, hogy mit gondolt, amikor ezt a képet csinálta. Ez a lényege ennek a fesztiválnak is, hogy olyan filmeket keressünk, ahol ezt a mögöttes szándékot és ennek a megvalósítását látjuk magas színvonalon. Tehát ahol tényleg a kép nem csak önmagáért való, hanem nagyon erősen szolgálja ezt a szándékot, és ez pontosan ez az oka annak, hogy nem függetlenítjük azt, hogy hiába operatőri díjakat adunk ki, de nem függetlenítjük a díjat a filmnek az egyéb értékeitől. Tehát igazán értékes képekkel és értékes operatőri eszközökkel egy olyan gondolatot vagy tartalmat lehet csak szolgálni, ami önmagában is hordoz értékeket. Tehát nem lehet valami silány értéktelen dolgot egyébként szép képekkel megcsinálni, és akkor az még nem lesz attól még olyan, amit mi úgy gondolunk, hogy díjaznunk kellene.